Nagyon kellemes, szép napot nektek, örülök, hogy velünk vagytok, Concerto is rendkívül módon örvendetesnek tartja, hogy legalább nem ketten vagyunk, hanem mostantól kezdve legalább hárman a videó készítése közben is ugye veletek a nézőkkel együtt. Nézzük meg, hogy mit néznénk meg, persze természetesen ezen a legfontosabb, hogy mi az, amit nézegetünk. Ugye láttam Feri és Peti is nézegetnek itt a sárga szemeikkel, mit nézegetsz Ferikém? Jó, ilyen a Daxlinál vásároltak ezt a kocsit, az Alexnél. Aha, jó, oké. És ténylegesen igazuk is van, hát ezek szerint Alex jól megdomálta a tulajdonost, hogy ide hordja vissza hozzájuk szervizbe, mint az látható, szépen rendszeresen a Daxlihoz vitte, ugye, a volt tulajdonosa, ugye, a járművet szervizeltetni. Nézzük át akkor, hogy használta. Láthatólag nem nagyon használta el, ugye, mert egész szép a kormánya a járművünknek. Két gyári kulcsunk van hozzá. Ez ilyen távirányítós, és ugye 115.247 km futott a járművünk, és olyan gyorsan elszállnak a lámpák, hogy még egyszer azért megteszem, tehát fölgyulladnak rajta a kontrollámpák, ugye ABS, ASR, kulcs, immobilizer, töltésjelző, olajnyomásjelző, és ugye nem vagyok bekötve, nem is leszek, ugye én úgy látom, és látható, hogy bordkompjúterünk is van, méghozzá kormányról vezérelhető ez a komputer, azaz lehet nézegetni a fogyasztást, a telefonunkat is tudjuk innentől kezdve kezelni, hogyha fölismertetjük egymással a két rendszert, ugye Bluetooth-ossal gyári CD rádiónk. A CD rádiónkhoz csatlakoztatható egy csomó dolog, legalábbis hogyha van ilyenetek, tehát USB, AUX és iPod csatlakozó, és 2x12 voltot találtok itt, hogy nehogy lemerüljenek a kütyük. A zene nagyon kellemesen szól benne, főleg, hogyha jó a zene. Jó, a CD rádiónk is szintén jól szólna, ha lenne most egy CD-m, de most az nincs nálam. Az autónkat innen be tudjuk zárni belülről, ezzel a kis centrálzárra, meg is történt, ugye. Van itt a hátsó ablakfűtés, belső levegőkeringetés, és ugye manuális klímát találtok itt ennél a jobb oldali gomnál. A váltó 5 sebességes, ez sincs megkopva, két darab pohártartó és egy könyöktámaszt találunk itt. Aztán, ha beletekintünk ide, nincs benne semmi, mert hogy kivettem a szervizkönyvét és a gépkönyvét, viszont van egy AC feliratú gomb, azaz ott fűthető az a kesztyűtartó. Két oldalra elektromos ablakokat találunk, ezek működnek is. Lemegy, ő is, meg vissza is jön mind a kettő. Légzsákokból találunk ABC oszlop, elől és oldal légzsákot, úgyhogy el vagyunk látva a légzsákokkal. De ha tovább megyünk ide balra, itt látható, hogy van egy ilyen csúszós autó, ami menet stabilizátor kibekapcsolója, és ESG off, azaz ki lehet belőle kapcsolni a stop and go rendszert. A járművünknek egész szép kultúrált, én azt gondolom, hogy újszerű ülése van. Itt az oldal légzsák állítható magassággal rendelkezik, az üléslap és a kormány oszlop is le, föl és ki, be. Na, bezártam a kocsit, tehát akkor most már tudjuk, hogy az a centrál zár, ez egy nagyon jó, billog is, puty, remélhetőleg ugye kinyitottam, tehát működteti a centrál zár. Soha. Mi az, hogy? Azt mondja, hogy itt az Isofix jelzés, tehát babaülés beköthető, fönt légzsák jelzés, fejtámla, kényelmes hátsó utasülések, és ez is metál színű kombi, ami most itt szemlére kerül innentől kezdve. A gumiai Bredenstein márkájúak, és rendkívül jó állapotnak örvendenek, ennek én is örvendek. És itt van a Daxli felirata, ott vásárolták és odahordták szervizbe. Hát ilyen ekodinamik, azaz ugye ez egy spórolós, környezetbarát autó motorikusan ugye. A többi a gazdáján múlik. Roló benne, hátul egy nagyon jó kis több rekeszből álló tároló részek, itt is, és aztán az aljára, ha benézzünk, talán sikerül, koncertónak szólunk, hogy nyissa ki, köszönöm szépen, és oda bele is tudtok nézni, gyönyörű tisztaság, az originál pótkerék, és az továbbiakban benne van, ugye az autónak az emelő szerszámai, meg vonószem, meg ilyenek. Azt gondolom, hogy egész kultúrát szép kis kocsi, ugye 2010-es, illetve friss műszakival is kínáljuk az autót. Nagyon szép, tiszta, szinte újszerűnek tűnő lámpák vannak az autóban, és hát nagyon dögös, új, modern díszrácsot kapott ez az autó. A mocia.
mondjuk el nyugodtan róla, hogy nagyon csendesen dolgozik. Az akkumulátor hibátlanul dolgozott, szintén szerintem nagyon baráti ez a kis masina. Várunk benneteket, gyertek el hozzánk, barátkozzatok meg ezzel az autóval, és vár benneteket az M3 autópark, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és végre nyomjatok egy ilyen jelet. Köszönjük szépen a kedvességeteket, a viszontlátásra!